A június 9-i választások után Szekszárdnak újra van polgármestere. A kormánypártok jelöltje Berlinger Attila a szavazatok több mint felét begyűjtve lett a vármegye székhely vezetője. Közeledik az augusztus 20-ai nemzeti ünnepünk és a kitüntető díjak átadása. Ez minden évben egy nagyon fontos és szimbolikus esemény a város életében. A közgyűlés meg is hozta döntését, az előkészületeket és a kitüntetettek értesítését megkezdtük, tehát ebben a munkában is aktív szerepet kívánok vállalni. Az új polgármesternek át kell tekintenie a folyamatban lévő projekteket is. Ezekben a napokban tekintjük át ezeket az ügyeket, és én azt gondolom, hogy a harmadik dolog, ami ezzel összefüggésben van, hogy még a nyáron az új képviselőtestületi tagokat is bekívánom vonni ebben a munkában, akik ugyan majd csak október 1-től foglalják el a képviselőtestületben a helyüket, de ez az augusztusi és szeptemberi hónap pontosan jó lesz arra, hogy az az átadás átvételi folyamat, amelyet én most, mint polgármester már megkezdhettem, rájuk is vonatkozzon, és ők is ismerjék meg a város ügyeit, alakítsuk ki már azt a munkamenetet, amelyel sokkal gördülékenyebb és könnyebbé válik majd október 1-től a teljes felelősség átvétele. Az októberi új testület összetétele a mostanihoz képest jelentősen meg fog változni. A Fidesz-KDNP a megszerezhető 15 mandátumból 11-et gyűjtött be. Ahogy első napokban sikerült áttekinteni, a város gazdasági helyzete, pénzügyei viszonylag megnyugtató képet mutatnak, tehát ezt az évet, ezt a költségvetési évet nagyobb megrázkódtatás nélkül úgy néz ki, hogy meg tudjuk valósítani azokat a célokat, amelyeket korábban kitűzött a város, azok megvalósulhatnak. De egy érdemi előzetes munka most el kell kezdődjön, már akár a jövő évi költségvetés, vagy akár egy hosszabb ciklus áttekintése. Ebben például azok a projektek és azok a megyei források is, amelyek a TOP pluszban várhatóan azért a következő években is rendelkezésre állnak. Nagyon sok előzetes egyeztetést igényel például a vármegyei önkormányzattal is. A jövő évi költségvetésbe tartozó városi beruházásokat, projekteket ezekben a hónapokban is előkészítik, feltérképezik.